Az egyeki lankákon áll a tájba, az ökoszisztémába illeszkedő adótorony, amely valamennyi funkcióját megújuló energia segítségével látja el, immár a tövében lévő elektromos autótöltőállomást is kiszolgálja. Azokon a bázisállomásokon, amelyek könnyen hozzáférhetőek, könnyen elérhetőek, jó helyen vannak, oda telepítünk elektromos autótöltőket, hogy ezeket elektromos autók töltésére is lehessen hasznosítani. Első körben most országszerte mindegy 40 helyszínen 60 ilyen elektromos autótöltőt fogunk telepíteni. Országszerte 38 olyan adótorony van, amely napenergiával működik. Ezekhez kapcsolva tehát még idén 60 hasonló töltőállomást telepítenek hazánk több pontjára. Az ország átjárhatósága szempontjából egy olyan lökést kap most, hogy olyan területek is bevonódnak, amik eddig nem voltak úgy ellátva. Ez a 60 töltőállomás 40 helyen, ez egy nagy lépés lesz előre. Solymár Károly Balázs helyettes államtitkár elmondta, a fejlesztés több szempontból hozzájárul Magyarország klímastratégiájához. A magyar kormány célt tűzte ki 2050-ig a klímasemlegességi célok elérését, és nagyon fontos, hogy ezt olyan módon kell tennünk, hogy a gazdasági fejlődés, az ellátásbiztonság az biztosított legyen. Tehát bázisállomást építünk, mert a gazdasági fejlesztéshez, fejlődéshez ez elengedhetetlen, de ezt fenntartható módon tesszük, olyan módon, hogy maga a bázisállomás zöld energiával működik, és még hozzákapcsolunk egy elektromobilitási szempontot a töltési lehetőség megteremtésével. Az állomás egyszerre két járművet képes tölteni. A magyar gyártású berendezés érintő képernyőjén helyi turisztikai és további praktikus információkat jelenít meg.